És már el is indult a második menet. Közben azt a hírt kaptuk, hogy a cseh csapat egyik tagja orvosi ellátásra szorul, azért őt valószínűleg kórházba kell szállítani. Neki mielőbbi jobbulást kívánunk innen. Vagy szerencsétlen földre vitel a túloldalon, komoly emberölőnyben a KSR csapata. Ismét egy tiszta földrevitel, egyelik az SGM harcosait. Itt ezen az oldalon egy kis tumultus alakult ki, ahogy látom. Próbálnak kommunikálni egymással a harcosok, hogy hova is üssön, illetve hova próbáljon meg feszíteni az ellenfelet. A másik oldalon pedig sajnos egy felszerelés vesztés van, ha jól látom, beszorult a kesztyű a sisakba. De ilyenkor a páncélt elveszítő játékosnak el kell hagyni a küzdőteret. Közben halljuk, hogy nem csak kívülről, hanem a földön fekvő csapat. Földön fekvő csapat.